Az idei évben 29 csapattal tudta elindítani a kezdődobás programot az U8-U9-es korosztályban a Tornamegyei Kézilabda Szövetség. Az egésznapos esemény során a gyerekek 3+1-es felállásban játszanak, és ami még különlegessége a rendezvénynek, hogy nem csak mérkőzések zajlanak. A gyerekeknek lehetőségük van egy külön pályán animátor segítségével fejlesztő feladatokat végrehajtani. A program első fordulójának a Torna KC biztosította a helyet. Nagyon örültünk neki, hogy a Tolnára esett a választás. Minden segítséget megadtunk a megyének, hogy ez a program ilyen jól sikerüljön, és szerintem jól sikerült, és jól is megy az egész. Segítettünk a pályaragasztástól kezdve eszközökkel. A program célja egyébként nem csak a sport, de a játékvezetés népszerűsítése is. Ugyanis a mérkőzéseket nem képzett, vizsgázott bírók, hanem a kézilabdában valamelyest jártas vagy különböző csapatok fiatal játékosai vezetik. A játékvezetés szempontjából is reméljük, hogy minél több fiatalnak tetszik majd ez a pálya, mert azért nagyon kellenének ott is a játékvezetőknél is a fiatalítás, a lendület, meg a gyerekeknek is jó, mert azért egy fiatalabb korosztály mutatja meg, tehát hozzájuk közel álló korosztály mutatja meg, hogy mit kell csináljon a mérkőzésen. Ez már pár éve a Magyar Kézilabda Szövetség elindította ezt a programot. Az új dolog idén az, hogy ezt most a megyei kézilabda szövetségek szervezik. Nagy örömünkre szolgál az, hogy Tolna megyében végre tudunk fiúcsapatot is felmutatni, és Tamási képviselteti magát. Ma 29 csapat jelent meg, ez Baranya és Tolna megyéből. Reggel 9 és délután 4 között élvezhetik a gyerekek az egész napos játékot, meg a fejlesztő foglalkozásokat. Ezek a mérkőzések 2x 10 percből állnak. 5 perc után, az első 5 perc után van egy sorcsere, amit végre kell hajtani, és a második fél időben meg szabadon játszhatóak a mérkőzések. Erre a programra általában azért egyesületi szinten jelentkeznek a csapatok, de itt lehetőség van arra is, hogy iskolai szinten is részt vegyenek, ugyanis itt nem az eredménycentrikusság számít, nem számoljuk az eredményeket, nem kerülnek a végén eredményhirdetésre sor, mert itt az a lényeg, hogy a gyerekek játszanak, szeressék meg a sportot, szeressék meg a kézilabdát, és ehhez próbáltunk egy olyan környezetet biztosítani, ami egy kicsit a kedvüket még jobban arra sarkalja, hogy minél többet sportoljanak. A versenyigazgató elmondta, hogy Tolna megye az idei évben még 2 fordulót szervez a kezdődobás programból, amit a tervek szerint Tamásival rendeznek majd meg.